Tisztelt elnök úr, kedves taktársak, kedves családtagok! Én 1984-ben kezdtem el Keszthelyen egy akadémiai ösztöndíjat, akkori klasszikus TMB ösztöndíj volt, és hát Csányiger Gyula professzor volt a témavezetőm, aki a kutatóból hozott örökségként azonnal megkínált egy csoporttal, mivel én földi bolhák életmódját, tápnövényválasztását vizsgáltam, ezért rögtön adódott, hogy a levélbogarakkal foglalkozzam. Be is protezsált azonnal Kaszab Zoltánhoz, tehát valamikor 84 telén megjelentem először a bogárgyűjteményben, hát kicsit remegő érdekkel, már csak Kaszab személyisége miatt is. Illetőleg hát ott szembesültem először egy múzeumi gyűjteménynek a hihetetlen mérete. Azért az egyetemi gyűjtemények a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményéhez képest nullák nagyságrendileg. És ténylegesen, amikor Kaszab bevezetett a gyűjteménybe és megmutatta, hogy hol vannak a levélbogarak, hát akkor bizony tényleg elcsodálkoztam. Fantasztikus. A méret, a fajszám, a példányszám, döbbenetes. Aztán Kaszab 86 tavaszán meghalt, így aztán Otto megörökölt engem, és időzelben én is megörököltem Ottót. Tehát valahol itt kezdődött a kettőnk kapcsolata. A Mister Zándéból egyrészt a különböző tudományterületek, elsősorban faunisztika, kevésbé taxonómia területén találkozott, illetőleg a Magyar Rovartani Társaságon belül. Első közös munkánk az Románia földi bolháinak a földrajzi elterjedését bemutató Erik Vaskos cikk volt, ezt egy bolgár szerzőtárssal írtuk, és aztán ezt követték több más hasonló tartalmú és jellegű, elsősorban faunisztikai adat közlő cikk, következő például a Bükki Nemzeti Park levélbogás faunáját mutatta be, és aztán ez azt hiszem valahol tényleg a Bogarak a Pannon régióban című könyvben csúcsosodott ki. Tehát valahol a fauna kutatás volt az, ami kettőnket összehozott. És egy pár idézetet szeretnék majd ma felolvasni, az egyik szintén valahol a fauna kutatással foglalkozik. 1909-ben vetette Lósi Lajos papírra ezeket a sorokat, de azt hiszem mind a mai napig ugyanúgy minden betűje igaz. A megismerés nyílt kérdés a Magyarország faunája. Mégis kevesen azok, akik ismergetik. A rovar, a lepke, kit érdekel. Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, látjuk, hogy a kultúra magyar földjén vaksötétség feküdt, csak tévhit, babona, vivirc fénye bolyongott rajta olykor-olykor. Azt látjuk, hogy a parlak különböző mezsdjéjén apró világok gyúlnak ki, iránt vesznek, elindulnak, és azok, akik a tudományos vizsgálódásnak egy célja felé vonzódnak, egymásra találnak. Apró emberek, sorsukban kicsin fénybogarak. A tudomány a maga valóságában, mint csillagos ég volt, ragyog le rájuk. Kevesen vannak a dolgosok. Szinte véletlen, hogy összekerültek a kicsin, gyönke munkásai a hatalmas tudománynak, de hisznek, jó szemekkel látnak utat, irányt, célt a haladásban. Azt hiszem, ez a fajta összetartó erő, ami akkor a Fauna Regni Hungariét, tehát a magyar birodalom állatvilága szerzői, illetőleg mindazokat, akik gyakorlatilag a szerzők, egyes szerzők alá sorakoztak, összefogta, mindannak meg egy élő összetartó erő, és ennek például egy kiváló fóruma a Magyar Rovartani Társaság. Kaukázus Matterhornját látjátok ezen a hegyen is, ezen a dián, és teljesen jogos a kérdés, hogy hogy kerül egy hegy ide a Magyar Rovartani Társaság ülésére. Nagyon sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy elég egy piramisnak a csúcsát megépíteni, hogy messziről is látszódjék. Sokan úgy gondolják, és Otto is ezek között volt, hogy a piramis alapját is ugyanúgy meg kell építeni. És talán ezen a képen érzékeljük, hogy ez a gigászi piramis tényleg micsoda döbbenetes alapon van. És Otto hihetetlen energiákat fektetett abba, hogy ezt az alapokat megteremtse.
kapocs volt a hivatásos és a nem hivatásos rovarászok között. Számos fiatal kutatót indított el a kutatói pályán, szerettette meg velük részben a rovarászatot, részben a bogarászatot, nevelte azt az utánpótlást, amely egyszer majd talán egyre magasabbra érve ő is a csúcsot érheti. Bár Otto kimagaslott tényleg közülünk, nem magányos hegycsúcs volt. Támaszkodhatott arra a rovarász közösségre, amelynek részint ő volt az egyik létrehozója, de összetartó ereje mindenképpen. Rovartani társaság. 1978-ban lépett be a társaságba, nyilván része volt ebben a Kaszab Zoltánnal folytatott időzőjelben sorsfordító beszélgetésnek, hiszen azóta tagja a társaságnak. 93-ban kapta meg a Friwalski emlékplakett bronz fokozatát, 1995-től volt alelnök. Hát ahogy gyorsan utána számoljuk, azért ez egy nagyon-nagyon komoly időszak haláláig, 26 év, amíg alelnök volt. És ahogy tényleg Attila fogalmazott, a sors kegyetlen tragédiája és fintora, hogy aznap választottuk volna elnöki, amikor meghalt. 2019-ben tényleg a legfiatalabbként kapta meg a Privalcki emlékplakett parancsfokozatát, valóban a Magyar Rovartani Társaság legrangosabb elismerését. De hogyan becsüli meg vajon a jelen ezt a munkát? Nem csak a professzionális, hivatásosként végzett tudományos munkát, hanem mindazt a tudományos közéleti munkát, vagy a rovartani társaságért tett munkát, amely Otto személyiségének és mindennapjainak az egyik meghatározó eleme volt. Vajon eljutunk-e valamikor odáig mi, kik nap-nap után hallgatjuk a művelődés fölemlegetését olyan alakban, hogy a nemzet fennmaradása ehhez van kötve? Eljutunk-e odáig, megértjük-e azt, hogy a valódi tehetség ott, ahol, s amikor, s akkor, amikor megjelenik, helyet talál, helyet, módot és eszközt. Ha lehet közművelődési intézményeink státusán belül, ha így nem lehet, hát azon kívül is. Az a non possumus, amely oly sokszor hangzik felénk, nem illő felelet, mert hiszen csak kétséget támaszt bennük a művelődési szó őszintesége iránt. Egy nemzet, mely a műveltséget hangoztatva veszni hagyja a tehetségei, beteg, nagyon beteg. 1884-ben írta Hermann Otto ezeket a sorokat fiatalon elhunyt Tömösvári Ödön temetésére. És amikor azt mondtam, hogy szinte nagyon kevés változott, talán itt ugyanezt köszön vissza, hiszen mind a mai napig ezek a sorok ugyanúgy érvényesek, és érvényesek sajnálatosan érzésem szerint még hosszú idő. Ugyanakkor tényleg vannak olyan emberek, akik mindezen kellemetlen, kényszerű körülmények ellenére tényleg dolgoznak, és a jövőjük dolgoznak. Azt hiszem Otto is maximálisan ilyen volt. Tudjuk, hogy a taxonómiai munkának a gyümölcsét sok esetben a következő, vagy az azt következő generációk fogják használni. A citáció, vagy az impact, tehát a hatást valóban esetleg évtizedek múlva jelentkezik. Ennek ellenére ugyanúgy tesszük és teszik a dolgukat. És ezzel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy az emberek akkor vállalják a hosszú távlatot, ha elkötelezettséget éreznek az utánuk jövők iránt, gondjuk van az utókorra, a gyermekeikre és mások gyermekeire, és így látják, hogy olyan tettekre van szükség, amelyeknek a távoli jövő látja a hasznát. A hosszú távú szemlélet egyenesen átnéz a halálon. Igen, nem csak a szakmai munkák, hanem az a hihetetlen tömege ismeretterjesztő munka, amely valahol a rovarvilág megszerettetését célozza, megismerését, ugyanúgy a jövőért dolgozik. Ilyen szempontból Otto tevékenysége valóban átnéz a halálon. És végül egy Juhász Nagypál idézettel szeretném zárni, amely akár fiatal, most induló pályakezdő kutatóknak is lehet útra való. Ne meneküljünk külső és belső kérdéseink elől a dicsőségekbe, versenylázakba, vért és valódi sikerekbe. Próbáljuk meg magunkat a kérdéseket szeretni, gyors, hebehúrja válaszok helyett vállalni, megélni őket. Akkor aztán életünk, és amivel egy, a művünk,
lassanként, észrevétlenül, egy távoli napon talán bevenni majd a feleletbe. Azt hiszem Otto személyére ez a fajta visszafogott bölcsesség maximálisan jellemző, talán már most belenőtt az ő életműve a feleletbe, de ha nem így van, a jövőben biztos vagyok benne, hogy ez fog történni. Köszönöm szépen a figyelmet!